Üdv mindenkinek, G.V. Cooper vagyok, és szeretettel köszöntelek titeket a G.V. Cooper History legújabb adásában. Magyarország számos híres és elismert emberrel büszkélkedhet. Olyan nőkkel és férfiakkal, akik művészetükben, tudományos munkásságukban vagy sport teljesítményükben kiemelkedőt és maradandót alkottak, ezáltal munkásságukkal példát állítva az utánuk következő generációknak. Legyen szó akár egy íróról, festőről, kutatóról vagy sportolóról, az ember szívét kicsit jobban megmelengeti, ha úgymond hazájának fia ér el nemzetközi sikereket. Hiszen ki ne érezne némi büszkeséget, ha meghallja Rubik Ernő nevét, akinek bűvös kockája a Rubik kocka világszerte egy ismert és közkedvelt játék napjainkban is. Ki ne gondolna nagy tisztelettel Lugosi Bélára, a magyar Drakulára, aki a 20-as, 30-as, 40-es években konkrétan meghódította egész Hollywoodot. Kinek nem lobog fel a lelkében örömtűz, ha meghallja Puskás Ferenc nevét, akit a FIFA, azaz Nemzetközi Labdarúgó Szövetség minden idők egyik legjobb focistájaként tart számon. Kinek ne jutnának eszébe magasztos eszmék, ha Dienes Valériára gondol, íróra és filozófusra, aki kialakított egy orkesztikának elnevezett tánc mozdulati rendszert, illetve az első magyar női egyetemi doktor volt. Viszont állati barátainkról jóval kevesebb szó esik. Pedig több olyan négylábú magyar van, akik alaposan hozzájárultak a magyarság híréhez, némelyikük nemzetközi sikereket is elért. Egy kutya, egy ló és egy szürke marha. Bár utóbbi inkább hírhedtségével vált ismerté, de úgy gondolom, abszolút helye van a listán, hiszen a magyar történelem egyik igen hírneves állata volt az 1920-as, 30-as években. Hogy kik ők, és mivel írták be magukat a magyar néptörténelmébe? Milyen csodálatos, vagy éppen meghökkentő cselekedeteket követtek el életük során? Nos, a videóból kiderül, tartsatok velem, és ismerkedjünk meg három híres neves magyar állattal! Kutyák már a korai idők óta az emberiség mellett vannak jóban rosszban, a kutya háziasítása valamikor 10 000 és 100 000 évvel ezelőtt kezdődhetett el, majd ment végbe a farkas egy mára kihalt alfajával, de a háziasítás pontos kezdetét és körülményeit napjainkban is tudományos viták övezik. Ami biztos, hogy a kutyák már évszázadokkal ezelőtt segítettek az embereknek a túlélésben, az otthonuk védelmében vagy a teherhordásban, és a rendőrség már az 1800-as években alkalmazott vérebeket, kopókat, például a hírhedt hasfelmetszőcsek keresésére is kutyákat vetettek be 1888-ban Londonban, és szép lassan kiképzésre kerültek az első nyomkövető, szagazonosító, kábítószer vagy robbanóanyag kereső, őr, járőr és személykereső mentőkutyák. A világ első mentőkutyájának egy Rip nevű árva keverék kutyát tartanak. Ripre kóborepként találtak katonák a II. Világháború idején, 1940-ben a londoni Poplar kerületben egy súlyos bombatámadás után. A kis Rip valószínűleg elveszthette családját a robbantások alatt, ezért magányosan kóborolt London utcáin, míg rá nem bukkantak. A katonák befogadták, és egészen elképesztő, de Rip, bár semmiféle kiképzést nem kapott, ösztönösen kutatni kezdett a romok között, és a korabeli források szerint remek szaglásának köszönhetően közel 100 embert talált meg a romok között. Állítólag Rip elképesztő képessége adta az ötletet, hogy több országban is mentőkutyákat képeztek ki a háború végén. Mi is számos ügyes és fantasztikus mentőkutyával büszkélkedhetünk, ám én most egyetlen ebre szeretnék fókuszálni, ő pedig nem más, mint Mancs. Mancs, teljes nevén Miskolci Sátán Mancs, 1994-ben született Miskolcon 11 testvérével együtt. A kiskutya néhány hetes korában választotta ki gazdáját, Lehocki Lászlót, oly módon, hogy akkor még apró fogaival beleharapott a férfi nadrág szárába. Lehocki László villanymozdony műszerészként dolgozott a MÁV-nál, mellette pedig kutyákat oktatott, majd katasztrófa kutyák képzésébe is belevágott, 1996-ban pedig megalapította a Spider Miskolci speciális és felderítő mentőcsoportot. Mancsnál 6 hónapos korában vette észre, hogy valami nem stimmel, ugyanis a kiskutya egyik hátsó lábát nem tudta megfelelően használni.
Azonnal állatorvoshoz vitte, ahol kiderült, mancsnak diszpláziája van, vagyis a csontfeje rendellenesen fejlődött ki. Leocki László leleményességének köszönhetően Mancs azonban fél év alatt teljesen rendbe jött betegségéből, egy csípőficamos gyermekeknél is használt szíkengyel segítségével. Mancs különleges képességeit már igen korán felfedezték, ugyanis rendkívül jól teljesített különböző keresési feladatokban, gazdája ekkor döntött úgy, hogy Mancsból, ha felnő, személykereső kutya lesz. Egészen elképesztő, de a kutya már 10 hónapos korában részt vett első bevetésén, és számos kutya társával, például Csepivel, Vikinggel és Erőssel az országot járták, ahol bajba jutott embereknek segítettek, Mancs rengeteg eltévedt kirándulót, eltűnt idős embert kutatott fel kiváló képességeinek köszönhetően. Hamar kiderült, hogy víz alatt lévő testeket is meg tud találni, ez szinte egyedülállónak számított, így Mancs az első európai kutya volt, akit alkalmaztak vízi bevetésre. Is. Hihetetlen, de Mancs centiméterre pontosan meg tudta határozni, egy emberi test hol fekszik a romok alatt vagy a vízben. Mancs rengeteg tettével vitte hírét Magyarországnak, az egyiptomi Kairóban egy összedőlt ház romjai alatt 72 áldozat helyét jelölte meg, ő és Viking voltak az első magyar mentőkutyák azon a területen. Kis érdekesség, hogy a különleges kutyáért néhány helyi férfi 9 tevét ajánlott fel, de természetesen a mentőcsoport nem adta odaértük Mancsot. 1998-ban Olaszországban segédkezett egy sárlavina áldozatain, 1999-ben pedig az izmiti földrengés után egy 3 éves kislányt mentett ki a romok alól, aki 82 órája feküdt étlen szomjan a romok alatt. Ekkor lett Mancs világhírű, ugyanis a kutya hőstettét a CNN 24 órás amerikai hírcsatorna is bemutatta. 2001-ben részt vett a szalvadori és indiai földrengések utáni mentésekben is, ahol rendkívül veszélyes körülmények között volt kénytelen dolgozni, ugyanis az utórengések bármikor megismétlődhettek, ám Mancs hősiesen helytállt. Egy törökországi bevetés során Mancs egyik lábát átszúrta egy romokból kiálló vasrúd, ám ő nem adta fel, és tovább végezte feladatát. Mancs később is fájlalta a sérülésének helyét, azonban mivel élete volt a mentés és a mások megsegítése, gazdája nem szerette volna Mancsot nyugdíjba küldeni. Egészen hihetetlen, de Mancs egy alkalommal az olaszországi szárnói bevetés alatt megérezte, hogy robbanás fog bekövetkezni egy leszakított gázcső miatt, és igyekezett onnan távol tartani a mentőcsoportot. A csoport csak a robbanás bekövetkezte után jött rá, hogy Mancs tudatosan mentette meg az életüket. A hőskutya 2006. októberében tüdőgyulladást kapott, október 22-én pedig annyira leromlott az állapota, hogy kórházba kellett szállítani. Ott sajnos kiderült, hogy a kutyus már menthetetlen, összeomlott a keringése, és nem sokkal ezután elhunyt. Mancs élete során több száz embert mentett meg, évente átlagosan 80 és 110 közötti eltűnt személy keresését végezte csak Magyarországon. Mancsnak még életében szobrot emeltek Miskolc belvárosában 2004. december 18-án. A szobron az alábbi felirat áll. Mancs a miskolciak híres életmentő kutyája. 1996 óta a Spider mentőcsoport tagjaként több száz emberéletet mentett meg a világ számos országában. A honfoglalás utáni időszakban a magyarok számára az állattenyésztésben a lótenyésztés játszotta a legfontosabb szerepet, a terület nagysága, illetve őseink harcmodora miatt. Az akkori lovak kicsik, ám nagyon szívósak voltak, az első magyar lóménest Csepel szigetén Árpád vezér alapította 889-ben. Az első magyar lóversenyek II. Lajos uralkodása idején honosodtak meg, az 1500-as évekig pedig a magyar lovak mindenféle úgymond idegen vér keverése nélkül tenyésztek. A magyar lovak első jelentős keveredése a török hódoltság idején történt, ekkor változott meg a magyar lóállomány genetikai összetétele az arab lovaknak köszönhetően, később a spanyol lovak, illetve az angol telivér is hatással volt a magyar lovak genetikai állományára. Bár a lóversenyzés az ősi időkre nyúlik vissza, ilyen eseményeket bonyolítottak már le Görögországban, Egyiptomban, Rómában vagy Babilonban. A modern kor első hivatalos klasszikus lóversenyét 1776-ban rendezték meg Nagy-Britanniában, ezt követte 1780-ban a híres nevessé váló Epsom Derby.
Ennek mintájára Széchenyi István gróf egy 1815-ös angliai látogatása során úgy határozott, Magyarországon is ideje meghonosítani a lóversenyzést. Az első magyar lóverseny 1827. június 6-án került megrendezésre Pesten, a Rákóczi út terén. A magyar lóversenyek történelmében több igazán híres és elismert ló tűnt fel, ott van például Kisbér, az egyetlen magyar tenyésztésű telivér, aki fantasztikus módon 1873-ban győzedelmeskedett az Epsom Derbyn, vagy Szent Simon veretlen brit telivér, akit Batthyány Gusztáv magyar herceg tenyésztett ki. Azonban kétségtelen, hogy a magyar történelem egyik legismertebb lova kincsem, a csodakanca, aki 54 alkalommal mérettette meg magát, ám soha senki sem tudta legyőzni, kincsem egy valóságos legendává vált az elmúlt évszázadokban szerte a világon. Kincsem születését egy érdekes történet előzte meg. A Komárom-Esztergom megyében található Kisbérváros világhírű ménesében elrendelték, hogy a telivér mének magántenyésztő kancáit is fedezhetik, és a magánkézben lévő kancáknak külön istálókat építettek a kisbéri ménesben, a kancák pedig ezekben az istálókban várták be az ellési időt. Akkoriban két világhírű angol telivér állt a fedeztetésre várók rendelkezésére, egy Bukanér és egy Kembasken nevű ló. Kapva kapott az alkalmon Blaskovics Ernő tápió szentmártoni lótenyésztő, aki egyik kedvenc lovát, aki a Waternymph, vagyis vízisellő névre hallgatott, Kisbérre küldette, hogy Bukanérral párosodjon. Ám a Bukanérral való párosodás nem volt sikeres, így Waternymphet kénytelenek voltak Kembaskennel fedeztetni, így történt, hogy 1874. március 17-én megszületett Waternymph csikója, aki a kincsem nevet kapta gazdájától. Máig folyik a vita, hogy hol született kincsem, Kisbéren vagy Tápió Szentmártonon. Később maga Blaskovics Ernő sem tudta pontosan megmondani, 1909-ben a következőket írta egy levelében. Úgy emlékszem, kincsem Kisbéren született, de nem vagyok benne biztos. Akárhogy is volt, kincsem egy éves korában Gödre került, Hesp József idomárhoz a Gödi csárdába, ahol Blaskovics hamarosan elkezdte a ló felkészítését a versenyzésre. A legenda szerint kincsem igen kényes volt arra, hogy milyen ivóvizet és szénát kap, és az egyik legjobb barátja egy csalogány nevű fekete-fehér macska volt, akit mindig utaztatni kellett kincsemmel mindenfelé, ugyanis állítólag a ló a macska nélkül nem volt hajlandó versenyezni. Hamarosan kiderült, hogy kincsem tényleg egy valóságos kincs, ugyanis a kanca elképesztő teljesítményével kivívta a legnagyobb lótenyésztők csodálatát is. Kincsem első versenyére 1876. július 21-én került sor Berlinben, ezután pedig beutazta fél Európát, járt Ausztriában, Franciaországban, Németországban és Angliában is. Csupán 3 éves volt, amikor győzelmet aratott az osztrák derbin, majd Pozsonyban, Baden-Badenben és Budapesten a Szentlegőr futamokon is győzedelmeskedett. Amikor 1878. április 22-én 4 évesen Bécsben elkezdte a versenyszezont, már 27 győzelmén volt túl számos európai országban. Kincsemet hamarosan csodakancaként kezdték emlegetni, ugyanis az összes csődört legyőzte, akikkel versenyzett, és hamarosan híre ment, hogy a lónak egész egyszerűen nincs ellenfele. A diadalon kívül kincsem gazdája, Blaskovics Ernő anyagilag is jövedelmezően versenyeztette kincsemet, 208 ezer forintot keresett összesen kincsemmel, ami az 1800-as évek végén valóságos vagyonnak számított. Kincsem nem csak Magyarországon, de szerte Európában is óriási sztárnak számított, Hungarian Wonder, illetve Wunderstute, vagyis a magyar csoda kancaként emlegették, aki 54 versenyéből 54-et nyert meg, Európa legjobb versenylovait utasítva maga mögé. Kincsem pályafutása 5 éves korában ért véget. Utolsó versenyét az 1879. október 21-én Pesten tartott kanca díjat simán megnyerte, ám a további felkészülések során kiderült, hogy a lábai nem egészségesek már, ugyanis ízületei jelentősen megkoptak. Fantasztikus sikerei után Tápió Szentmártonba szállították, ahol tenyészkanca lett belőle, a magyar csoda 5 csikót ellett a következő években, csikóit a következőképpen nevezték el. Buda gyöngye, olyan nincs, talpra magyar, kincsőr és kincs. Kincsem ebből fakadóan kiterjedt családfát hagyott maga után, vérvonala tovább él Magyarországon és Németországban, leszármazottai közül többen nemzetközi, illetve magyar futamok győztesei lettek, bár tény, hogy kincsem elképesztő sikereit egyikük sem tudta felülmúlni.
Kincsem 1887-re súlyosan megbetegedett, gyomorbántalmak kínozták, abban az évben 13 éves korában, éppen a születésnapján, március 17-én hunyt el Kisbéren. Kincsem emlékezete rendkívül sokrétű hazánkban. Nekiállít emléket a Budapesten található Kincsem Park, ahol megtekinthető Kincsem életnagyságú szobra is. 2007. június 8-án pedig róla neveztek el egy Sárnecki Krisztián csillagász által felfedezett aszteroidát, amely így a 161-975 Kincsem nevet viseli. Kincsem csontváza a Budapesti Magyar Mezőgazdasági Múzeumba került kiállításra, sőt, az angliai Horse Racing Múzeumban szintén állítottak egy szobrot Kincsemről, ahol egyebek mellett számos információ lelhető fel a magyar csodakancáról. Egy korabeli újság egy alkalommal így írt róla. Kincsem valódi nevezetesség, és emellett szeszélyes, hiszen igazi dáma. Hanem a versenypályán, ott egyszerre, mintha kicserélnék. A korláton túl egyszerre elnyeríti magát, mintha valami kürtöt fújna, fickándozik és evickél, mint a vadászebb, ha vadászatra hívják. A most következő állat talán kakukktojást lehet Mancshoz, illetve Kincsemhez képest, és nagyon kevés információ lelhető fel a történetéről, de szerintem mindenképpen befér a híres magyar állatok sorába ez a história is. Ha Hortobágyra gondolunk, nagy valószínűséggel az alábbi dolgok juthatnak azonnal eszünkbe. A széles pusztákon barangoló betyárok, a vendégekre váró hangulatos csárdák, a hortobágyi kilencjukú híd, illetve a szürke marhák. A magyar szürke szarvasmarha eredete homályos. A 19. századig úgy vélték, ezek az állatok honfoglaló őseinkkel érkeztek meg a Kárpát-medencébe, később azonban ezt az elméletet több kutatás is megcáfolta. Egyes teóriák szerint a szürke marha őseit behozhatták a hunok, de az sem kizárható, hogy a kora középkorban itt élő őstulok populációból lettek kitenyésztve. Ami tény, hogy a magyar szürke szarvasmarha fontos szerepet játszott a magyar gazdaságban egészen az 1900-as évekig. A mezőgazdasági gépek elterjedésével ugyanis a szürke marhák száma rohamosan csökkenni kezdett. Az 1960-as években a magyar állomány elképesztő módon 6 bikára és 200 tehénre apadt. A fajta fennmaradását hazai tenyésztők segítették elő, akik 1991-ben megalapították a magyar szürke szarvasmarhát tenyésztők egyesületét. A magyar szürke szarvasmarha tagadhatatlanul rendkívül felséges külsővel rendelkezik, ezek az állatok valódi őserőt és szilajságot sugároznak. Ilyen őserővel rendelkezhetett egy legendás szürke marha is, aki a hortobágyi pusztákon barangolt valamikor az 1920-as, 30-as években. Ezt a félelmetes hírű szürke marhát Lucifernek hívták, a hortobágy ördögének. Luciferről nagyon kevés információ maradt fent, nem tudjuk, mikor született, ki volt a gazdája, ami biztos, hogy a 20-as, 30-as években élt Hortobágyon, ahol szó szerint rettegésben tartotta az embereket. Állítólag hatalmas volt, sokkal nagyobb, mint bármely tenyészbika, külsejével azonnali tiszteletet és félelmet ébresztett abban, aki csak ránézett. A történetek szerint Lucifer rendkívül agresszív volt, és ha úgy tartotta kedve, akkor meg is támadta az őt őrző gulyásokat. Egy korabeli újság így ír a félelmetes külsejű szürke marháról. Lucifer az egyetlen eredetiség Hortobágyon. Lucifer nem tűrte, ha nem bánnak jól vele, ezért őrzői ellen fordult, és rövid egymás utánban két gulyást taposott halálra. Később még meggyilkolt egy földeken dolgozó parasztot is. Az újságcikk azt is kifejti, hogy Lucifernek ezért meg kell halnia, golyót fog kapni a homlokába. Ám mielőtt végrehajtják rajta a halálos ítéletet, előtte párosítják annyi tehénnel, amennyivel csak lehet. Lucifer egy legendás szürke marhává vált Hortobágyon, ám inkább hírhet lett, főleg, hogy állítólag 3 embert is meggyilkolt, ahogy ezt a korabeli újságcikkek állítják. Mindezek ellenére Lucifer további sorsáról semmilyen információ sem maradt fent, így nem tudjuk, végül valóban megölték-e a fékezhetetlen, gyilkos szarvasmarhát. Luciferről egyetlen fotó készült, ami itt látható, 1936-ban készítette Szőlősi Kálmár magyar fényképész. Ezen a fotón is látszik, hogy Lucifer nem véletlenül kapta a Hortobágy ördöge becenevet, és tisztán felfedezhető, hogy érdemesebb volt nem packázni vele.
A Hortobágyon vagy Hortobágy környékén élő nézőimet szeretném megkérni, ha esetleg ti szüleitektől, nagyszüleitektől hallottatok legendákat Luciferről, akkor meg szeretnélek titeket arra kérni, itt a videó alatt a komment szekcióban ezeket írjátok le. Előre is köszönöm. Ez volt hát három híres és hírhet magyar állat története. Négylábú barátaink számos csodára képesek, olyanokra is, amelyekre mi emberek nem. Kutatások kimutatták, hogy a házi állatok csökkentik az emberekben a stresszt, növelik a vér oxitocin szintjét, csökkentik a vérnyomást, sőt, a kutyákkal élő emberek 15%-kal kisebb valószínűséggel halnak meg szívbetegségekben. Az állatok gyógyítják a depressziót, a koszorúér betegségeket és a demenciát. Ezért hát szeressük és tiszteljük őket, és sose felejtsük el, hogy állatok nélkül az emberiség sehol sem lenne. Elszakíthatatlan kötelékek fonnak össze minket, és ez így is marad, míg világ a világ. Nektek mi a véleményetek a videóban elhangzottakról? Gondolataitokat szívesen várom komment formájában itt a videó alatt. Köszönöm szépen, hogy ismét velem tartottatok, ha érdekesnek találod a munkásságomat, kérlek iratkozz fel ide, és a GV Cooper a világ legbrutálabb csatornámra is, illetve kövessd be a GV Cooper Facebook oldalt. Ha van kedved, csatlakozz a csatornatagság funkcióhoz, ahol a novelláimból készített videóimat, GV Cooper egyperceseket, illetve egyéb érdekességeket tekinthetsz meg. Köszönöm szépen minden csatornatagnak a támogatást! A következő videó hamarosan érkezik, addig is az erő legyen veletek, sziasztok!